Kenny és Lana Hilden nem tudnák megmondani, hányszor mentek már ezen az úton észak-dakotai farmjuk közelében, de 2007. április 6-a, nagypéntek, belevésődött az emlékezetükbe. Amikor ideértünk, megláttunk egy kocsit a mezőn. Mi a csoda történt itt? Kérdeztem Lanát. És elég lehangolóan festettek a dolgok. Oda mentek, és egy felborult kocsit találtak egy sárral borított, súlyosan sérült fiatalemberrel. Nem ismerték fel. Az arca a normális kétszeresére dagadt. A szemét nem tudta kinyitni, mert tele volt sárral. Nem tudtuk, hogy ki ő. Így uramnak szólítottuk. Mondtuk, hogy maradjon nyugodtan, mindjárt segítünk. Visszamentem a kocsihoz, hogy hívjam a 911-et. De nem sokára kiderült, hogy ki az áldozat. Kenny kikiáltott az autó ablakán, hogy hozzam oda azt a ruhadarabot, ami a mezőn hevert. Ahogy megérintettem a kabátot, rájöttem, hogy az a mezőn fekvő fiú az én fiam. Abban a pillanatban elsötétült előttem a világ. 16 éves fiúk előttük pár perccel indult útnak. Az út jeges volt, és elvesztette az uralmat az autó fölött. A kocsi felborult, és ő kiesett a földre. Még letaglózva elmondtak egy gyors imát. Kérlek, Uram, segíts rajta! Nem gondoltam, hogy túléli, ahogy kinézett. Nem sok reményünk volt. A kórházban azonnal a műtőbe vitték. Súlyosan sérültek a belei, a mája és a hasnyálmirigye. Egy artéria elszakadt a jobb lábában, és hasi, valamint feji belső vérzése volt. A nővér azt mondta nekik, hogy 5% esélye van a túlélésre. Scott Surratt érsebész leginkább Ben lélegeztetése miatt aggódott. Amikor valakinek súlyos tüdősérülése van, akkor az első 24-48 órában az állapota tipikusan súlyosbodik, mielőtt javulna. Amíg Ben mesterséges kómában feküdt, családja makacsul kitartott a reménységben. A bátyám anyósa azt mondta a társaságnak, azt mondta, hogy elég volt. Ne fogadjuk el a nemleges választ. Azzal átvette az imádkozás vezetését. Könyörgött Istenhez, hogy ne engedd el Bent. Ben túlélte az éjszakát. Az ima folytatódott, és pár napon belül az állapota javulni kezdett. Az orvosok legalább 2 hetet jósoltak az intenzív osztályon, de már 4 nap múlva Ben kijött a kómából, és magától lélegzett. Andrew fiunk bement hozzá, és azt mondta neki, hogy az ikreknek baseball meccsük volt, és vesztettek. Aztán Ben nem valami udvariasan beintett, és akkor láttuk, hogy magánál van. Ben belső sérülése is gyógyulni kezdtek. Az orvosok minimum pár hónapos kórházi kezelése számítottak, de végül 2,5 hét után kiengedték. Számomra csoda volt ez a gyors gyógyulás. Tudtuk, hogy ezt Istennek köszönhetjük. Rengeteg ember imádkozott Benért. 5 hónap múlva Ben visszatért az iskolába, és folytatta a szenvedélyét, a kosárlabdát. Befejezte a középiskolát, és főiskolai diplomát szerzett. Az, hogy túlélte az általa elszenvedett tüdősérüléseket, kimeríti a csoda fogalmát. Helyre tudok állítani dolgokat, de a gyógyulást Isten adja. Isten gyógyító hatalma adta számára a túlélést. De a gyógyuláson kívül más is volt. Ben azt mondja, hogy a baleset előtt is ismerte Istent, de nem rendelte neki alá az életét. A legfontosabb, amit megértettem, az Krisztus szeretete, mert én nem érdemeltem meg, hogy életben maradjak. Semmit sem tettem, amiért második esélyt érdemeltem volna. De ő olyan szerető és irgalmas volt. Az imáink várakozáson felüli választ nyertek. Megtanultam ebből, hogy Isten a főnök. Célja, hogy másokkal is megossza gyógyulásának és megváltásának történetét. Már a kereszten is megmentett engem, aztán megmentett fizikailag. Egyszer ott a mezőn, aztán a műtőasztalon. Minden nap megment engem. Ő a mentővem minden egyes nap.